Október 23-án a hagyományokhoz hűen a forradalom hőseire emlékezik Székesfehérvár is. Nagy Judit rendezésében ezúttal az ideiglenesen Korvin közzé átalakított városháztéren Urbán Péter az utolsó őrség című darabjával idézik meg az eseményeket. A szerző számára a drámai és mélységesen emberi történéseket Pongrácz Gergely, a Korvin közparancsnoka visszaemlékezései inspirálták. Szerettem volna egy olyan darabot írni, ami 1956-ot egy nagyobb fókuszból, egy szélesebb látókörből mutatja be. A Korvin köz pedig az a helyszín volt, amit úgy gondoltam, hogy egy központi, nagyon erős és nagyon meghatározó helyszíne volt ezeknek a történéseknek, és úgy gondoltam, hogy egy autentikus, a helyszínen jelenlévő embernek a visszaemlékezéseit használom föl. Igyekeztem azért ezt egy olyan drámává formálni, ami mégiscsak a képzeletben születik meg. A darab alapvetésein túl maga a szerző is diákokkal képzelt el a történet hiteles megjelenítését, így az előadás dramaturgia és rendezője Nagy Judit a Szabad Színház tagjaival kiegészült, a vasvári utánpótlás csoport fiataljaival és a Szabó Dániel Ferenc, Szabó Takács Noémi duó zenei közreműködésével állítja színpadra a művet. A 23-ai, 24-ai eseményekkel kezdődnek ebben a darabban, azért is az a címe, hogy az utolsó őrség, az események, azért, mert ugye azt vitatják meg a fiatalok egyfelől, hogy mit csináljanak a bejövő szovjet tankokkal, és a saját életükkel mit csináljanak. És szerintem ez nagyon fontos üzenete 1956-nak, hogy az akkori fiatalok hogy gondolkodtak a hazaszeretetről, illetve hogy még ilyen körülmények között is miért vállalták azt, amit vállaltak. Sziasztok! Én most alszom egy... Az ősbemutatóként létrejövő produkció Székesfehérvár város a programszervező Kft. És a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhat meg.